korlátozások alaptalanításnál november utolsó hetében a Gabona-rakparton lévő hulladékudvarban gyűjtik a szemetet. Pályaorientációs nap, általános iskolásokat és álláskeresőket is vártak a Flash központba. Felébredtek az óvári jégsárkányok, megkezdte szezonját az MVSE jégkorong szakosztálya. Köszöntöm Önöket, a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják. Változik a lomtalanítási rend a városban. Ezúttal ellenőrzött körülmények között a Gabona-rakparton lévő hulladékudvarba szervezik meg a lomtalanítást. November utolsó hetében minden nap hétfőtől szombatig lesz lehetőség a hulladékok elhelyezésére. Néhány éve még konténereket tettek ki az utcákban, abba gyűjtötték a hulladékot és a lomot. A szelektív gyűjtésre is volt törekvés, ez azonban kudarcba fulladt, ugyanis sokan széttúrták, elhordták a hulladékot. A város üzemeltetés ezért úgy döntött, hogy központosítja a lomtalanítást, így ide a Gabona-rakparton lévő hulladékudvarba szervezi. Jelen pillanatban a lomtalanítást is ezen az egy helyen valósítanánk meg. Ezzel egyrészt jelezni azt, hogy aki még nem tudja, hogy ott van a hulladékudvar, és be lehet szállítani a hulladékot, az beszállítsa ide a hulladékot, és illetve megismerkedjen a hulladék udvarnak az összetételével, hiszen ide gyakorlatilag a bevitt hulladékot szelektíven válogattatjuk szét, és utána ez tovább értékesítése, illetve tovább szállításra kerül. A város üzemeltetés a változtatással a környezettudatosságra is szeretné felhívni a lakók figyelmét. Fontos azt megjegyezni, hogy nem az erdőszéleken és a határban van a hulladéknak a helye, hanem Moson-Magyaróváron van lehetőség arra, hogy a szelektív gyűjtőszigetekbe és a szelektív gyűjtő udvarba vigye a lakosság a hulladékot. Idén 6 napon át lesz lehetőség a hulladék udvart használni. November utolsó hetében, 25-én kezdődik a lomtalanítás. Hétfőn, szerdán és pénteken 10-től 17 óráig, kedden és csütörtökön déltől este 6-ig, míg szombaton reggel 8-tól délután 4 óráig lesz nyitva a hulladék udvar. A városüzemeltető hozzátette, a hulladék elhelyezéséhez lakcímkártyát kell bemutatni, valamint veszélyes hulladékot, gumiabroncsot, építési törmeléket a lomtalanítási időszakban nem fogad a hulladék udvar. Pályaválasztási nyílt napra várta az általános iskola 7., 8. és a középiskola 10. osztályos tanulóit a Család és Karrier pont a Flash központba. Az aulában 25 standon számos középiskola és cég mutatkozott be, még a színházteremben öreg diákokkal, sikeres cégvezetőkkel és a városban működő ismert szakemberekkel tartottak interaktív beszélgetést. Tömegoszlató védőruhába öltöztetik Kócián Hunort. A Család és Karrierpont által szervezett pályaorientációs napon ugyanis a rendőrség is részt vett, ahol az információszerzésen túl kipróbálhatták a felszereléseket is a diákok. Kócián Hunor is pályaválasztás előtt áll. Neki már konkrét tervei vannak arról, mivel szeretne foglalkozni. 8. vagyok, és a Hallerba szeretnék szakácsnak tovább tanulni. Hát a rendőr az egy kicsit más melóhez képest, úgyhogy nem tudom, a rendőrnek is gondoltam, de nem tudom, már inkább szakács. Miért pont szakácsnak? Nem tudom, hát 3 éves korom óta csinálom, úgyhogy azóta már én azt szeretnék lenni, úgyhogy... Szeretsz főzni? Persze. És tudsz is? Hogyne. A Flash központ aulájában 25 stand várta a fiatalokat. Iskolák és vállalatok is bemutatkoztak. Minden standhoz elmehetnek a gyerekek, illetve az álláskeresők érdeklődhetnek, és még egy meglepetés, hogy hivatásokat is hívtunk, tehát itt van nálunk a rendőrség, itt van a kistérséges egyesített szociális intézmény, a családsegítő szolgáltat, a katasztrófavédelem, tehát többekkel megismerkedhetnek, nem csak a sima, egyszerű, akár operátorállás, hanem minden egyébbel is. Ajándékok tucatjai az asztalon, amiket a diákok nyerhettek el, ha a cégek által megadott feladatokat helyesen megoldották. Moson-Magyaróvár és környéken legnagyobb cégei is bemutatkoztak a nyílt napon. Az SMR-nél például a termelésbe és mérnöki pozíciókba is keresnek munkatársakat. 2 olyan játékot hoztunk, amiket a kollégák is úgymond a bevezető hetükön kipróbálnak. Az egyik egy kézügyességjáték, a másik pedig egy színfelismerő játék. Aki ezeket kipróbálja, az választhat a nyeremény ajándékaink közül. A Vál Hungáriánál is számos nyitott állás van, főként a fizikai állományt bővítenék.
Jelenleg összeszerelő operátorokat keresünk, körülbelül 30 főt, de folyamatosan ugye változik ez a létszám, hiszen a toborzásunk az intenzíven folyik, úgyhogy hát reményeink szerint hamarosan betoborozzuk a hiányzó létszámot. A színház teremben eközben öreg diákok, cégvezetők, sikeres szakemberek elevenítették fel iskolás élményeiket és a pályaválasztás nehézségeit. A beszélgetések között pedig a Late Risers zenekar szórakoztatta a közönséget. A pályaorientációs napon tartott beszélgetéseket hétvégén televíziónk adásán is megnézhetik. Összesen 3 korcsoportban, U8, U10 és U12-ben indítana csapatokat az MVSE jégkorong szakosztálya. Az óvári jégsárkányok ennek érdekében igyekeznek minél több gyermeket megszólítani, az edzéseket pedig már a héten el is kezdték. Magabiztosan korcsolyáznak és vezetik a korongokat az MVSE jégkorong szakosztályának tagjai. Hétfőn ugyanis megkezdődött az új szezon, így pedig ismét edzésekkel várják a gyerekeket. Tavaly decemberben adták át hivatalosan a Moson-Magyaróvári fedett jégpályát, ez pedig lehetővé tette, hogy a Magyar Jégkorong Szövetséggel kötött megállapodás alapján a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület elindítsa új szakosztályát. Év végén, tehát itt szezon végén, februárban voltunk egy mérkőzésen Budapesten, ahova 11 gyermekkel tudtunk kiállni. Igazából első évhez képest szerintem jók az eredmények, a gyerekek nagyon élvezik, hála Istennek, és nyáron is sokszor hallottuk, hogy hiányolják a jeget, nagyon várják már a következő szezont. A tavalyi kezdő évben csak nem 30 gyermek fordult meg az MVSE edzésein, ebből 15-18 ifjú jégkorongossal tudtak komolyabban foglalkozni az edzők. Voltak, akik a tavalyi esztendő után aztán az idei szezonban is a jeges sportot választották. Régebben én falusi vagyok, és ugye voltak úgy jegek, és a apukám meg a rokonok rávettek, hogy játszak. Azt akkor megkerülte nagyon is a sportot, és anyukám egy pár éve mondta, hogy így nyílt Óváron egy jég, vagy hát jégpálya, nem szeretnék jelentkezni. Meg jelentkeztem egyből, mert nagyon érdekelt ez a sport, azért ajánlom másoknak, mert élvezetes nagyon. Hiába lökik fel a másikat, nagyon jó. Az idei év legfontosabb célkitűzése az óvári jégsárkányoknak, hogy minél több gyermeket megmozgassanak, és hogy népszerűsítsék a jégkorongot. Ennek érdekében hamarosan a város óvodáiban és iskoláiban tartanak majd foglalkozásokat és toborzókat. Az edzésekre pedig 6 és 14 év közötti fiúkat és lányokat várnak, hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 5 órától. Kezdünk egy alap korcsolyoktatással, aki korábbi években már korcsolyázott, az előnnyel indul, és utána jönnek a tematikus edzések, tehát szeretnénk kapus edzéseket is tartani, mezőnyjátékosoknak is, és azon belül is külön lennének szedve a csoportos játékok, kapura lövés technikákat, korcsolyázás technikákat tanulni, és minden mást szépen lassan, sokszor ismételve a gyerekeknek, felfejleszteni őket nagyjából egy szintre. A megfelelő létszám elérése után aztán az U8, az U10 és az U12-es korcsoportokban is indítanának csapatokat, akikkel már mérkőzésekre is járnának. A fiatalokat pedig továbbra is Vitos Elemér és Vitos Zoltán, valamint Tóth Tamás edzők várják hétfőn, szerdán és csütörtökön délután 5 órától a Bágertónál található jégpályán. Moson-Magyaróvárváros önkormányzata 2003 óta minden év január 22-én a Magyar Kultúra napján Moson-Magyaróvárváros kultúrájáért díjat adományoz. A díj a kultúra és a művészet terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó azon személyek, szervezetek részére adományozható, akik muzeális emlékek történelmi iratok gyűjtésével, őrzésével, tudományos feldolgozásával, régészettel foglalkoznak, könyvtári tevékenységet folytatnak, hagyományőrzés, néprajzkutatás aktivistái, közművelődés területén tevékenykednek, vagy művészeti tevékenységet folytatnak. A részletes felhívás, a javaslattétellel kapcsolatos információk a www.mosonmagyaróvár.hu honlapon olvashatók. A javaslatokat november 30-áig kell megküldeni Moson-Magyaróvárváros polgármesterének címezve. A díjak adományozásával kapcsolatosan
További tájékoztatást Fehérné dr. Bodó Marian mosonmagyaróvárvárosi edzője nyújt az 577-802-es telefonszámon. Táblásház fogadta a Madarszon Mosonmagyaróvár és a Győri Audietó KC csapatait szerda este az UFM arénában. Megilletődötten kezdett az MKC, amit ki is használtak a győriek, olvasható a Mosonmagyaróvári klub honlapján. Különösen a támadások során rontott sokat a mérkőzés elején az MKC, és az így eladott labdákból könnyen szerzett gólokat a villámgyors Eto. 20 perc játék után már 10 gól volt a különbség a két csapat között, amire egyértelmű magyarázatot adott az, hogy az MKC mindössze 7 gólt szerzett az első félidőben. A szünet után többet próbálkoztak cserékkel a csapatok, de a játékképe nem sokat változott. A papírforma szerint a Győri Audietó KC 21-35-ös eredménnyel győzedelmeskedett a Madarszon Mosonmagyaróvár felett. Röviden a pénteki időjárásról. A reggeli órákban többfelé kell ködös, párás tájakra számítani, napközben aztán változóan napos felhős időre van kilátás, kisebb eső többfelé előfordulhat. Élénk olykor erős lesz a légmozgás, Mosonmagyaróváron és környékén 13 fokot mérhetünk majd. Kedves nézőink, most programajánlónk következik, majd mai hírhátterünk vendége Majtényi Tamás halászi polgármestere, akivel Segesvári Zsolt beszélget. Ezután a Forgószínpad című magazin műsor következik. Friss hírekkel legközelebb pénteken 19 órakor várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra!